Jó van, hát ilyenek mindig megesnek az emberrel. Na, elnézést. Szóval a szarsportoknak hát igazából a... hát hogy is mondjam, a, vagy mit mondhatnék róluk, igazából keressétek meg az interneten és töltsétek le a különböző szarsportokat. Ez is ugyanolyan egyszerű, mint egyébként a Doom Buildernek magának a telepítése. Hát... most kicsit zavarban vagyok, most kéne beszélnem a szörsportokról, de inkább nem. Alapvetően csak annyit, hogy... hát a két legfontosabb szörsport az a Boom, a PR Boom, illetve a Z-Doom. Ezeket tartom a leggyakrabban emlegetni. A sima Doom Doom 2, illetve Heretic Hexen, ezek annyit tesznek, hogy elindulnának akár a DOS-os Doom verzióval, vagy éppen Vanilla Doom-mal, vagy Chakra Doom-mal. Ez a kettő a legalapabb szörsport, de csak Doom 1-re vagy Doom 2-ben működik. Hát ha egyszerűség kedvéért, akkor mondjuk egy Doom 2-t, sima Doom 2, Vanilla Doom 2 formátumban mutatok egy mapot, és mondjuk a neve legyen az Map 01. Itt jön egy lépés, aminél gyakran fennakadtak az emberek, ez a resources. Tehát a nyersanyagok, úgymond, a források, a textúrák, a sprite-ok, stb. Itt neked magadnak kell hozzáadni egy vadot. Én kezdésen megmutatom, hogy hogyan lehet alapvetően hát ezt elintézni. Be kell oktoljálni ide szépen a Doom 2.vadot, amit hát ugye logikus, hogy rendelkezned kell vele, különben nem tudsz pályákat szerkeszteni. Hozzáteszem, egyik szörsport sem tartalmaz önmagában a Doom vadokat, szóval neked magadnak kell a DOS-os verziót letölteni, és abból kioktojálni egy Doom 2.vad, vagy éppen Doom.vad fájlt. Így inni. A Doom 2 formátumban lehet egyébként elindítani a Final Doom The Plutonia Experiment és TNT Evolution mapjait is. Esetleg Resource-nek betéve az ottani textúrákkal is tudtok operálni. Na, itt is volna. Itt igazából el is indíthatnák, de... igen, el is indítjuk, mondjuk most nem adok hozzá semmilyen pluszt. Azt majd később. Bocsánat, köszörülnöm kell néha. Na, szóval akkor itt van ugye a szerkesztési felület, ami alapvetően ilyen négyzetrácsokra van osztva. Megyük szépen sorban, mit csinál. Mondjuk itt az ikonokon, ugye itt van a új pálya készítése, itt a pálya betöltése, értelemszerűen be lehet tölteni különböző pályákat. Pálya mentése, meg is ejtem. Nem ejtem meg. Itt ha rájöttük, akkor ugye egy elérési útvonal adódik, onnan aztán le lehet menteni valahova a Doom vadot. Következő menü ez a Map Options, ugye ez az, amit most állítottunk be. Utolóan lehet módosítani a pálya nevét, a számát, ez nagyon fontos. Igazából a Map 01 és Map 32 között érdemes megadni. Ezen kívül nem nagyon adjatok meg semmilyen más nevet, különben magából a játékból nem lesz elérhető, csak csalással. Sőt, igazából mit tudom én, Kat 01, mint Katamari, akkor ez a pálya az nem lesz elérhető alapból, szerintem Vanilla Doom-on és PR Doom-on nem is lehet elérni, hanem csak Z Doom-on, vagy bármilyen más parancsoros szörszportban beírod, hogy Map Kat 01, csak akkor érnéd el, úgyhogy ezt nagyon fontos, hogy ne variáljuk. Nos, ha esetleg valaki nem tudná, a Doom 2 az 32 pályás rendszert használ, tehát a alappályák vannak 1-től 30-ig, és van két titkos pálya, amik a 15-ös pályára érhetőek el. Persze, ha a titkos kiállatokat letetted máshova is, de ez most nem lényeg. Akkor van itt egy script editor, ez elsősorban az Z-Doom scriptekhez, tehát előre megmondó parancsokhoz használható. Hát többféle nyelven is lehet írni, ugye alapvető az ACS, ami a Hexen nevű játékban használt dolgokat fejleszti tovább. De van is, hogy DHCAD, ez kompatibilis a PR-bummal, de ez bonyolult, erre nem beszélek nektek, ezt még én is csak éppen úgy kapizsgáltam. Leendő programozó palántáknak ajánlom egyébként az ACS tanulmányozását, de nem könnyű dolog. Itt van Undo és Ido, hát jó, eléggé hülye angol kiejtéssel. Ezek konyha nyelven ugye a művelet visszavonása és újra megismétlése. Ez ugye alapvető Windows funkció, olyan helyeken is, mint például a jegyzettömb, vagy a Paint. Csak nagyon fontos, hogy itt akármeddig vissza lehet vezetni az egészet.
Aztán ugye vannak ilyen alapvető Windows műveletek, mint hogy kivágás, másolás, beillesztés, ugye copy-paste, aztán prefab, ezeket nem igazán használtam, még szóval ezt ne tőlem kérdezzétek. És most a játék leglényegesebb része, ugyanis a pályák alkotó elemei itt jelennek meg ugye a vertexek, a line defek és a szektorok. De meg persze a tingek. Most akkor fel is hozzuk ki kezésnek egy szektort. Így enni. A szektorok rajzolása Dumbledore-ben pofon egyszerű. A régi DOS-os verziókon nagyon megízottak ám az emberek a szektorok felrajzolásával. Nem, Dumbledore-on nincs ilyen. Itt meg azt is kérdez, hogy éppen milyen textúra van ott. Na most akkor vegyük szépen sorjában. A szektor az maga a vonalak által határolt terület, egy sokszög általában. Tehát mondjuk itt egy homokolát csinálnak, az már nem egybe fog számítani, hanem két külön szektornak, két háromszögnek veszi. De végül is matematikai értelemben lehet konvex és konkáv sokszöget is készíteni, ez például egy konkáv sokszög. Ez meg itt egy konvex. Na most... A szektorokat vonalak határolják, ezeket konyha jelen falnak lehet hívni. Ezek a line defek. Vagy side def, vagy line def, igazából hirtelen a különbséget nem tudom köztük. Egy szektorban lehet rajzolni egy másikat is, tetszőleges módon. Ilyenkor a szektorok határán ugyanúgy képződik egy vonal, de ez nem olyan merev, mint ez. Tehát most, ha ezt letesztelném Doom-ba ezt a pályát, akkor az lenne, hogy ezeken a határoló falakon nem tudok kimenni. De ezeken meg át tudok menni. Feltéve, hogy adok rájuk egy olyan funkciót. Na és... Szóval ugye ezek a vonalak határolják, a vonalakat pedig pontok kötik össze. Lehet látni itt például, ezek a vertexek. Ezek a pályák alapvető egységei. És hát... Hát a játék maga úgy épül fel, hogy a szektorok különböző féleképpen helyezkednek el, meg a line defeknek is különböző variátor tulajdonságaik vannak. Ezt prezentálandom, most le is helyezek egy kamerát. És akkor viszont ezzel le is elkezdtünk a másik érdekes dologhoz, a thinghez. A thing az egy angol szó, magyarul azt jelenti, hogy dolog, tárgy. A thingek azok, hát igazából minden más. Alapvetően a pályától független elemek, de a pálya megtalálható elemek igazából. Bocsánat a szóismétlésért, meg is mutatom a listában. Jobb klikkel teszek egy thinget, és akkor itt ki is jön a lista. Hát először is Doom Builder-be kamera, aztán játékos tartok, ugye a Player One Start az mindenképpen kell ahhoz, hogy elindulhass single player módban a pályán. Többi az co-op játék most startja, és a deathmatchhez is van starthely. Aztán van teleport kiállat, ez majd később fontos lesz. A szörnyek ugye az Arachnotrontól egészen a Wolfenstein 3D-ből átvett SS katonáig. Minden Doom-beli szörny, de vicces az egyébként, hogy Commander King is ide tartozik, aki egy érdekes tartozik a 32-es pályán. Itt vannak ugye a fegyverek, a felelhető 7-féle fegyver a Doom-ban. Itt van lőszer ezekhez, kis mennyiségben és nagy mennyiségben. Aztán vannak ugye az egészségügyi cuccok, páncél és medikit. Aztán vannak a power-up-ok, ezek hát olyan, ezek úgymond járulékos képességek, tehát ezek nélkül is bőven ki lehetne vinni a játékot, de izgalmassá teszi például a Berserk, ami hát megnöveli az közelharci erőt, és automatikusan 100-an növeli az életerődet, vagy itt van a Megasphere, ami azonnal 200-ra viszi a páncélt és az életerőt is, éljátő szemüveg, halhatatlanság, láthatatlanság, számítógépes térkép és a többi. Aztán van 6-féle kulcs ugye, koponyakulcs és digitális kulcs, vörös, kék és sárga színekben. Vannak még akadályok és akadályok, fényforrások és dekorációk, ezek alapvetően mindegyik díszítő elem. Akadályoknál például van ugye a robbanó hordó, lángoló hordó, meg hát egyébként ilyen finomságok, mint az a szem, meg a fák, stalagmitok, ugye oszlopok, és ilyen oltár, oszlop, oltár, ugye Doom stílusban pokol. Aztán vannak ugye fényforrások a fákjától a elektronikus lámpáig, elektromos lámpáig, és a dekorációk a mindenféle véres, gusztustalan gór elem. Igen. Ezek az alapvető, van a Doom-a felelhető elemek. Nem igazán fontos az, hogy más szörsporton milyenek vannak.
le is teszek egy player one startot, és akkor folytatom is a magyarázást. Hát igen, a rajzolás, a szektorok rajzolása baromi egyszerű, line death módban kell mindenképpen lenni, mert vertex módban csak a szögeket magukat tud letenni, ezzel pedig nem mész, ezzel nem érsz ordaslófaszt sem konkrétan, de mondjuk így viszonyítási pontnak lehet használni. Ja nem, bocsánat sem. Engem is bejelölni, jelölni esetleg. Csak az a baj, hogy ilyenkor egy idő, hogyha most elmentem, kilépek és visszalépek, akkor ez itt most nem lesz itt. Na mindegy. A szektorok rajzolása baromi egyszerű, line death módban kell lenni. Leteszed valahova az egeret, nyomsz egy jobb klikket, és akkor így ki is van jelölve, itt így tetszőlegesen húzza a... Hát így már húzza is magával a falat. És a Doom Builder készítője Kotin volt olyan kedves, hogy el is látta egy ilyen kis címkével, hogy éppen hány egységet képez a fal maga. Na most azt tudni illik, hogy a játékosnak, azaz Dungának az alapmérete az 64x64, és a legkisebb egység, ami átfér, az 40-48 között van. Inkább 48. Nem emlékszem pontosan, nem kockázhatnék a helyetekben. Na szóval igazából a szektorok rajzolása nagyon finoman megoldható, ugyanis itt lent van egy kis eszköz, aminek segítségével a négyzetárcson tudunk alakítani. Tetszőlegesen akár egységről egységre is tudjuk alakítani. Tessék, meg lehet így nézni, most ezt a szart innen kivágom. Igen. Ez egyébként díszítésnek nem utolsó, szóval javaslom is használni a négyzetárcs alakítását. Igen. Most ennek itt a tesztúját megállítottam, akkor olyan, mint ennyi eltűnt volna az a darabnyi padlózatelem. Na mindegy, szóval ugye visszatérünk ide a jobb klik, elhúzzuk addig, ameddig nekünk kényelmes, bal klik. És akkor így ezt még egyszer meg kell ismételni, hogy körben nem húzzuk. Így enni. Ha egy szektor köré rajzolunk egy másikat, akkor a kemény falak automatikusan ilyen átérhatóvá válnak és szektorhatárt képeznek. A falakat magukat lehet húzni is azzal, hogy bal klikkel rájuk kattintasz és jobb klikkel elkezdett húzni őket. Gondolom a húzás alatt művet és senkinek nem kell elmondanom. Legalábbis remélem, mert úgyse fogom elmondani, szóval tök mindegy. Na mindegy, és akkor most... Hát vannak még itt ilyen egyebek, hogy... Az a szektor, ezt soha nem használtam igazából. Itt lehet ezzel automatikusan állítani a szobák fényerején, ez most nem fontos. Van még itt ez a kocka, ami átvisz minket 3D visual módba. Erre kell mindenképpen ez a visual mode kamera, ami egyébként nem fog megjelenni semmilyen körülmények közt magában a játékban, csak a Doom Builder érzékeli. Legalábbis tudtam szerint. Kattintsunk is rá. Itt is vannak akkor a térképen magán, szépen be is lehet járni. A WASD gombokat egyre eltolva, tehát ESDF gombokkal lehet alapjáraton mozogni. G betűvel kell kapcsolni a repülést, tehát a gravitációt magát. Igen, a H betűvel a falak kijelölését, falak és padlóplafonok kijelölését lehet megszüntetni. A B betűvel automatikusan a maximumra rakja minden szobának a fényerejét. Ez egyébként nagyon hasznos, hogyha sötét horrorisztikus pályát akarsz csinálni. És egyébként itt is vannak precíziós mozdulatok, tehát hogy jobb klikkel ki lehet jelölni a padlókat, a falakat, a plafonokat, sőt még a tinteket is. A vertexeknek itt már nincsen szerepük. Vagyis hát magában a alapvető felépítésben persze van, de itt az, hogy most van egy szög, ezt mi nem látjuk. Szóval értitek. Na, akkor ebből ki is lépek egy dupla villanyomásával. Van itt akkor még egy ilyen, hogy replace mód, amivel rá lehet keresni a különböző akciókra, számokra, tagekre, effektekre, magukra a textúrákra, és azokat meg lehet keresni, hogy hol vannak, és akár felül is lehet írni egy másikkal. Van itt egy hibakereső üzemmód, ami analízis gyakorlatilag. Ezen a pályán egyetemén semmilyen hiba nem található. Hát most tehetek itt például olyat, hogy hiányzik egy textúra valahonnan, vagy szerkesztési hibát követtél el, mert mint tudom, egy szektort újra kell rajzolnod. Hát sajnos előfordulnak hibák, meg a Doom Buildernek az a kellemetlen tulajdonsága megvan, hogy gyakran mentés nélkül képes összeomlani, hát ez nem szerencsés. Aztán van itt egy ilyen Think Filter, ami arra nagyon kiváló, hogyha különböző nehézségi fokozatokban letetszel egy tárgyat, itt ugye lehet látni,
Ami csak a Vanilla Doom, ezt rengeteg mindenre ki lehet bővíteni. Az Doomban annyiféle theme beállítás van, hogy fú, mi azt végignézitek, fú, megőszül a hajatok. Vagy valakinek talán kinő, nem tudom. Na mindegy, szóval ezzel lehet szűrni azt, hogy különböző nehézségi fokozatokon, vagy éppen multiplayer módban mihol van. Aztán van itt egy megjelenítési ablak, ami azt mutatja, hogy a szektorok hogyan jelenjenek, meg átlátszóan, mint ugye a régi DOS verziókban, fényerősséget jelezve, hogy minél fehérebb, annál világosabb van, annál minél feketébb, annál sötétebb. Aztán, hogy a padló textúrát jelezze ki, vagy a plafon textúrát. Ez a mód egyébként baromi hasznos arra, hogy speciális díszítéseket alkalmazzunk a pályákon. Szóval, most ilyen módban azt, hogy itt most értitek, hogy ez mi a retek, ez hogy a rajzoljon fel, ezt nem láttam volna. Szóval nagyon hasznos képesség, vagyis plusz funkció. Aztán van itt egy ilyen gomb, hogy a mozgásunk az igazodjon le a négyzetrácshoz, ajánlom bekapcsolni egyébként mindenkinek. Ja, és hát, nagy geometria, ezt nem igazán használtam. Végezetül pedig itt van a teszt, a pálya tesztelése. Különböző nehézségi fokozatokban szörnyekkel vagy szörnyek nélkül. Na most mielőtt tovább állnék, megmutatom azt, hogy hogyan lehet beállítani, tehát hogyan lehet tesztelni a mapot Doom Builderen belül. A Tools menüponton belül, hát ugye itt el lehet még írni egyéb hát, hibákat, textúra hibákat alapvetően. Rossz szerkesztés oldalnál szokott előfordulni. Ezt itt a Game Configuration menüben mindegyik játékmódhoz ki lehet választani azt, hogy milyen resource-eket használjon alapvetően. Mi legyen a, mi az a Node Builder, tehát a vertexeket hogyan építse fel. Ez nem tudom miért fontos, ennyire nem vagyok elmerülve sajnos a Doomban. Hajlamosak néhány pályák negatívan reagálni arra, hogyha esetleg rosszféle Node Builder-t használtok. Aztán itt van a textúra kínálat, milyen osztályokra van besorolva. Ezt soha nem használtam még. Mindegy. És végül maga a testing, ahol meg lehet határozni azt, hogy éppen mivel teszteljük. A Doom-kettőt ugye a Chuckler Doom-mal tesztelem. Ilyenkor kell megcsinálni azt, hogy a kikeresed a könyvtárban azt, hogy hol található éppen a... Na, elmúlj is, hogy mennyi játékom van, Getszóna. Szóval azt, hogy hol található meg a Surfsportnak a indítója. Idegen szóval az executable file. Ami most per pillanat itt van. Igen. És az, hogy alapvetően milyen nehézségen indítsa, vannak még paraméterek is, de erre most nem szeretnék hozzá beszélni. Teszteljük akkor le. Remélem Bendiken bírni fogja. Csak le Doomot nem igazán szereti. Mert hát egyébként is kicsit vényes, amíg elindul. Ez volna hát ugye tessék a Doom. Gyakorlatilag eredeti megjelenítési formával. És ez volna végül is az első szoba, amit csináltunk. Semmi extra nem látszik benne, de térképen beírom a... mi ez a... térképcsaláskódot. Akkor gyönyörűen látható, hogy milyen szektorokat rajzoltam fel. Igen. Ezeket most csináltuk Doom Builderben. PR Boomon, Z-Doomon és egyéb Firstportokon sokkal szebben jelennek meg. De végül is ez mindegy. Na. Miről akarnék még beszélni? Ja, hát így gyorsan áttekintem még, hogy... a szektorok és a line defek hogyan szerkeszthetőek. Ugye a tingeket megmutattam már itt. Ki lehet választani, amit azt, hogy milyen nehézségi fokon. Legyen deathmatchben is, legyen multi... de a fel, nem tudom, mint talán deathmatch, de ebben nem vagyok biztos. A multiplayer mód szerintem a co-opot takarja, és talán még hozzá a deathmatchet, ebben nem vagyok biztos. Na. Menjünk akkor szektor módba, és választunk ki egy tetszőleges szektort, mondjuk ezt a külső peremet. Jobb klikkel rákattintok, itt is vannak a tulajdonságok. Először is nagyon fontos a magasság, a padló és a plafon magassága. Tehát, hogy hány, milyen egységen helyezkednek el. És itt ki is van írva, hogy akkor a szektor milyen magas. Vizuál módban, ha kijelöltök egy szektort, akkor az egérgörgővel lehet 8 egységenként lefelé mozgatni, shift lenyomásával pedig 1-1 egységenként lehet mozgatni. Tessék, nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és putty, így vissza. Nagyon fontos kiemelnem, főleg a tapasztalatlanabbaknak,
hogyha egy szektor magasságát változtatod, akkor a másik szektornál egy hiányzó textúra jelenik meg. Ezt magadnak kell kitölteni. Itt jelennek meg az alsó és felső textúrák, de erről beszélek mindjárt, még a szektorokat zárjuk le. Be lehet állítani a padló és a plafon textúráját. Egyébként ez teljesen unisex, tehát amit használhatsz plafonra, az padlóra is, és fordítva. A Doom 2-nek egész szép választéka van, tényleg a támaszpontos textúráktól át, textúrákon át az ilyen, nem tudom mi ez, ilyen raktárpadlón át a pokol, a vér, koponya, meg kitikkadt kő, meg lába, meg sátánista kő, meg minden lófasz benne van, de ezt lehet bővíteni egyéb textúraadokkal. Nagyon-nagyon-nagyon fontos textúra, bocsánat a szó ismétlésre, de ez tényleg fontos, ez F aláhúzás Sky 1. Ez ugyanis az égbolt textúra. Ezt kell oda tenni minden olyan plafonra és padlóra, ahova kültéri helyszínt akarsz. Értelem szerint akkor ugye a szektornak a magasságát meg kell növelni, mint a geci, aztán olyan textúrát, és rátenni ezt az F Sky 1-et. Igazából itt be is lehet írni, tetszőlegesen. Igen. Most bemennénk a Chocolate Doom-ba, akkor is szépen megjelenne a Doom 2-ben az a hányás barna felhőségbolt. De ez most nem lényeges. Vannak még itt az effekt specialitások, amik általában ugye a villódzó fényt jelenti, de itt vannak a sérülések, a titkos hely megjelölése, ami Vanilla Doom-on és PR Doom-on baromi egyszerű, de Z Doom-on, főleg a Hexen formátumban rengeteget meg lehet vele izzadni. Szóval, igen, szektor tulajdonságokban nincsen sokféle, főleg Vanilla Doom-on, de nem is fontos. Az itt van ugye a magasság állítható 0-tól 255-ig, és egy tag, egy címke. A címke is az egyik legfontosabb szerep a játékban, ugyanis ezzel kapcsolunk össze mindenféle akciót, amit csak lehetséges. Tehát mondjuk ez line defekt kell használni, prezentálom is akkor gyorsan a line defekten keresztül. A line defektnek vannak alapvetően sokféle tulajdonságú, legyen átjárható például, ez itt nem átjárható, ez meg átjárható, mert ugye ez ugye impassable, azt jelenti, hogy átjárhatatlan. Ha van pipálva, akkor nem lehet átmenni rajta. Üveget, akadályt lehet képezni. Azért blokkolja a szörnyeket. Ez esetben te át tudsz rajta menni, de az ellenfelek nem. Az, hogy kétoldalú. Ugye ezek nem kétoldalúak, mert szemközti textúrájuk van. Ugye megvan itt jelölve egy ilyen kis bütyök, egy ilyen kis hangyafasszal, hogy merre néz éppen a fal. Na arra felé eső textúrát, amit te látod. És tehát ez itt a szemközti, ez meg a mögötti. Ha most ez tehát kijelölöm és F-et nyomok rajta, akkor megfordul, és így a Z-Doom-on nem fog elindulni, mert hibát észlel, de itt meg ez a hátsó textúra, ez meg az elülső. Látjátok, itt a hátsó textúrának adja ki ezt a startan 2-t. Na most a szektúrák ilyen köztes textúrájának mindenképpen érdemes használni a két oldalút, hogy ne merülhessenek fel problémák. De az, hogy felülre vagy alulra igazított, ez a alsó-felső textúráknál fontos, az, hogy titkos, ez azt jelenti, hogy a térképen nem jelződik ki soha semmilyen körülmények között. Aztán az, hogy blokkolja a hangot, ez nagyon fontos, hogyha most én rákattintok arra, hogy ez a szoba, hogy ez itt blokkolja a hangot, én nem azt nem úgy kell, hanem így. Egy ilyen réteget kell felhúzni. És itt mindegyik falra rá kell nyomni azt, hogy Black Sound, és akkor ami itt szörny benne van, az nem hagyja meg a lövésedet, csak ha belelősz, akkor támad meg. Hogyha meglát. Ez nagyon fontos. Mert tényleg, mert egyes pályákon leteszel 500 szörnyet, egyszerre felriasztod mindent és mászkál minden fel, akkor nagyon kényelmetlen. Meg is szívtam vele annak idején. Van a... Nem akkor a secret az, ami mást, mert a hidden az, ahogy nem látszik a térképen. A shawn pedig az, hogy mindig minden körülmény között ott látszik a térképen. Ezt érdemes használni mondjuk megjelöléseknél. De mit tudom én, most teszek ide egy K-betűt, mint Katamari. És erre rábaszom azt, hogy shawn, akkor látszani fog a térképen. Na most nem tudom meg, mert már így is elpofáztam majdnem fél órát nektek, és nem akarom nagyon elhúzni. De itt vannak a különböző akciók. Ez a játék szerves részét, akkor ugye plafonmozgás, aztán présgép, ajtók, kiárat, padlómozgás, liftmozgás, fényeffektek változása, aztán textúra mozgás, hát az Vanilla Doom-on csak egy van ugye, ami az eredeti Doom 1 M1 pályán is látható.
egy páncél, ahol van egy magasabb helyen, ott körülötte forog baloldali irányba a textúra. Lépcsőképzéshez nekem nagyon meggyűltek a bajaim, szóval nem igazán használtam, és a teleport maga, ami egy elég bonyolult folyamat. Majd ezekre külön ki fogok térni. És itt vannak ugye a tagek. Valamint, hát ugye itt látható maga a textúra. Itt lehet adni mindenféle fali textúrát. A fali textúrák külön vannak kezelve a padló plafon textúráktól. Szóval, jó, hát az Edumon nem, de az meg más. Szóval, ennyi. Na és akkor ugye, akkor ki is térnék a lényegre, mondjuk ezen a falon keresztül, hogy mindegyik falnak háromféle textúrája lehet. Középső, felső és alsó. A középső textúra, hát akkor rá is teszek egy középső textúrát mondjuk. Tehát nem mondjuk ezt a vérvizesést. Áteszem mindkét oldalára, és akkor ugye mindkét oldalról látható, erre oda kell majd figyelni mindenképpen. Akkor ez egy középső textúra. Tehát a plafon és a padló között jelenik meg. Van felső textúra, ami két szektor pereménél, tehát a szektorok szintkülönbségénél jelenik meg. A felső a plafonok szintkülönbségénél, az alsó a padlók szintkülönbségénél. Remélem, hogy érthető volt, majd megpróbálom esetleg elmagyarázni kommentben, ha valaki ezt nem értette, de ennél érthetőbben igazából nem tudom elmagyarázni. Igazából itt is sok klikkel ki kell jelölni és rá kell aggatni. Sajnos igen, ezt minden egyes textúra és hát szektormozgatásra meg kell csinálni, és egy jó pályán igazából rengeteg textúra mozgás van, és ezen még igazítani is kell, hogy valahogy jól nézzen ki. Ez nagyon fontos, de szerintem megéri maximálisan. Jöjjön akkor itt képbe gyorsan, hogy mit csinál a Unpatch, hogy mondjam. Az azt csinálja, hogy így hát levágja, tehát folyamatossá teszi az egészet. De mondjuk itt nem látszik, de azért valamennyire megugrik, amikor kikapcsolom a unpegginget. Alul, nem tudom mennyire látszik, alul talán jobban látszik. Ezt akkor én most használom, hogyha szépet akartok. Én már tudom, már meg tudom már mutatni. Hogyha mondjuk ezt a plafont itt elkezdem mozgatni, akkor itt mozog rajta a textúra. Látjátok, hogy a mozgatom? Mozog rajta a textúra. Ha leteszem az unpegginget, akkor nem fog mozogni. Akkor beáll valamilyen szintre, és akkor azon úgy marad. Ezt neked kell húzni, ilyen módban kijelöléssel, nyilakkal föl és le, vagy pedig itt magad beírod, hogy hogyan van elmozgatva. Igen. Ennyi végül is. Ez lenne az alsó-felső szektor, ami rendkívül nagy szereppel bír. És hát akkor szerintem minden alapvető dolgot el is mondtam. Ha esetleg valakinek adódik bármilyen kérdés a témában, akkor írjon kommentet a videó alá, és próbálok választ adni rá. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog, mert ezeket a dolgokat elmagyarázni baromi időigényes és macerás, szóval hogyha nagyon komoly kérdés van, akkor lehet, hogy videóban fogok rá válaszolni. Én Katamori voltam, ez pedig a Doom Builder tutorial a Doom Builder alapjaival. Szeretném megköszönni, hogy megnéztétek ezt a videót, kitüntetettek a figyelmetekkel, és remélem, hogy ezek az alapvető információk is hasznotokra fognak válni. Ja, és ne felejtsetek el egy lájkot adni a videóra, ha szeretnétek, hogy folytatódjon ez az egész tutorial mizéria. Katamori voltam, sziasztok!